Lejs János már kiskorától autószerelő akar lenni. Szeptembertől a Volkswagen Auto City szekszárdi márka szervizében tanulja az autószerelő szakmát. Elmondása alapján az elméleti képzés mellett fontos a gyakorlati tudás is. A márka szervizben pedig a legmodernebb munkaeszközön tud tanulni. Enélkül szerinte képtelenség elhelyezkedni. Ez már kisgyerekkoromban elkezdődött, már otthon is a csillagülás kulcs volt a kezembe, állandóan 5-6 éves koromtól kezdődően. Régóta ez volt a vágyam, és sikerült is a közeli szekszárdi iskolában ezt a szakmát elindítani, pályafutásomat a szakmán keresztül. Új hely, új környezet, senkit nem ismer az ember, ilyenkor mindig csak az a cél, hogy minél hamarabb beilleszkedni, és ilyenkor azért az első egy-két munka az nem feltétlen marad meg, hanem az, hogy vajon hogy telnek majd a következő napjaink. Minden egyes ilyen nagyobb művelet, az automata váltó felújítás, meg ilyenek, amiben a mesteremmel együttműködve csináltuk, azok hát mindig pozitív hatással voltak rá, amikor sikerültek, és tudtam, hogy az én kezem munkája is benne van. Úgyhogy ezek ennél nagyobb motorfelújítások, szintén ugye segítkeztünk, és amikor beindul az autó, annál nagyobb öröm nincs. Tehát én most már szeretnék a szakmában maradni, tehát ezt szeretném folytatni. Márka szervizre gondolva néhány alapszó juthat legelőször eszünkbe. Például szakértelem, minőség, kiszámíthatóság, biztonság. Lejcs János is azért a szekszárdi Volkswagen Auto City márka szervizét választotta, mert itt mindig a legújabb technológia áll rendelkezésre, ezáltal az itt megszerzett szakmai, gyakorlati tudása is folyamatosan bővül. A márka szervizekben olyan szakemberek dolgoznak, akiknek tudását folyamatosan fejlesztik. Rendszeresen oktatásokon vesznek részt a munkavállalók, de azok a tanulók is, akik az adott cégnél gyakornokoskodnak. A Volkswagen Auto City szekszárdi kirendeltsége és a szekszárdi szakképzési centrum Ady Endre szakképző iskolája és kollégiuma már 15 éve működik együtt. A tanulók szeretnek idejönni hozzánk, mert itt közvetlenül azokat a folyamatokat látják, amit a legújabb autó, a legújabb technikák itt nálunk egyből a piacon kiadnak, és mi az iskolában a szakképzés folyamatosan szemmel tartjuk, szoktunk bejárni a szakmai vizsgákra, elnökként is, és a vizsgabizottsági tagként is. Ez a kapcsolat már az Ady Endre iskolával már több mint 15 éves múltra tekint vissza. A szakoktató tanárokkal is olyan jó kapcsolatot ápolunk, hogy van már, hogy a diákoknak már, amikor a fejlődésüket látják, akkor javasolják, hogy a gyakorlati helyként bennünket választanak, mint az Auto City szekszári telephelyét. Maga az autó modellpalettánk az olyan, hogy egészen könnyen szerelhető, nagyon könnyen megtanulhatóak rajta az alapfogások, az alap olyan szerelési folyamatok, amik egyébként mindennaposak. És azért is szeretnek idejönni hozzánk, mert családias légkört biztosítunk nekik. Mi tényleg úgy bánunk a tanulókkal, ahogy az ő fejlődésüknek ez a legjobb. Amikor egy diák jelentkezik hozzánk arra, hogy szeretne gyakorlati helyként bennünket választani, akkor először engem megkeresnek személyesen, és egy elbeszélgetést folytatok velük. Szeretném már az elején kiszűrni azt, hogy ki az, aki ténylegesen ebbe a szakmába szeretne elhelyezkedni, ki az, akivel tényleg érdemes foglalkozni. És ilyenkor, amikor sikerül megállapodást kötnünk, akkor van két mesterünk, aki úgymond mentorként az ő pályafutásukat egy vagy két éven keresztül végig kíséri. Gyakorlati hely első napján, amikor munkában állnak, akkor kapnak munkaruhát, munkavédelmi felszereléseket, és bemutatásra kerülnek egymásnak a mentor és a tanítványa, és hát már mindjárt az első napon akár össze is olajozzák a kezüket, illetve kisebb olyan munkákat kapnak, hogy például egy kerékszerelésnél a kerékcsavarokat ki tudják szedni, megfelelő helyre a tárolásokat meg elvégzik. Már nagyon sok olyan tanuló érkezik hozzánk, aki már alapok, az elméleten kívül gyakorlati alapokkal is rendelkezik. Mert otthon mondjuk van egy Simpsonja, vagy van egy olyan kerékpárja, amit otthon szeretett szerelgetni, és már például ismeri a villáskulcsot, meg hát tényleg vannak olyan érdeklődési hajlamai, amivel sokkal könnyebben tudunk mi is együtt utána már foglalkozni, meg együtt dolgozni.
A nagy része az ide érkező tanulóknak azért tényleg céltudatos, és tudja azt, hogy ebben a szakmában szeretne elhelyezkedni. Mondjuk egy motorkibeszerelésnél a mesternek olyan segítségei, amivel tényleg úgy kiegészítik, hogyha egyedül nem is tudná azt a mestere megcsinálni, akkor a tanuló segítségével erre képes. Itt azt látjuk most, hogy itt elment a nyúlvány, ezt vissza kéne igazából húzni a helyéről, itt van ez a dózer, ennek a segítségével fogjuk visszahúzni. Voldi István Dávid, 10. osztályos diák is a Szekszári Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképző Iskolájában tanul. Ő egy másik márkaszervizben, az Aliszka Autócentrumnál kezdte el gyakorlatát szeptembertől. Úgy érzi, a lakatos szakma áll igazán közel hozzá. Kicsi korom óta imádok szerelgetni, mindig apám mellett így tanulgattam, néztem, hogy mit, hogy csinál. Apukám igaz, nem autószerelő, nem lakatos, de azért ott van mindig mindent megcsinálgat azért otthon. Egy lakatos egy karambolózó autókat ment meg, hogy újra mehessenek. Gyakorlatilag megmenti az autót. Mindenképpen a húzatopadozást meg szeretném tanulni, meg így az egyengetéseknek a fő részeit. 20 éve vagyunk márkakereskedők, és a márkakereskedés életében az elsők között volt, hogy felvettük a helyi szakképzőiskolával a kapcsolatot, és jó együttműködéssel három szakmában is oktatunk diákokat, karosszéria, autószerelő és autófényező szakmákban a diákokat. A diákok általában egy hetet töltenek nálunk, és egy hetet az iskolában. A gyakorlati képzést ezt mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy az autókat testközelből és megismerik őket. Az idei évtől kezdve jönnek majd a márkáimba az elektromos autók, és a szakmában megváltozik ennek a javítása ezeknek az autóknak is, és ezeknek új technológiákat vonnak maguk után. Mi szeretnénk a legújabb technológiát megmutatni a diákoknak. Minden szakmában rendelkezünk mesterekkel, a mesterek oktatják, általában egy mesterhez egy diák tartozik, és az végig mentorálja a két év alatt a diákokat. Kezdetben a diákok csak segítőnek, és a végső eredmény eléréséhez már a kisebb önálló munkákat is el tudják végezni a diákok. A szakmában folyamatosan keresik az autószerelőket, hiszen míg 20 évvel ezelőtt családonként egy autó volt, vagy egy sem, addig ma nem ritka, hogy kettő vagy akár több autó jut egy családra. A munkaerőpiaci hiányra ad választ a Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma. Juhász Gábor, az intézmény vezetője elmondta, hogy szeptembertől új, az autóipar követelményeihez és technikai szintjéhez alkalmazkodott tantervel várják a jelentkező tanulókat. Mind a szakmának, mind az oktatásnak ez közös érdeke, hangsúlyozta. Az új OK-ban az autószerelő szakmát nem fogja megtalálni senki sem, hogyha keresi benne. Helyette a gépjármű mechatronikai technikus végzettséget tudja majd megtalálni, és technikumban 5 éves képzésre tud beiratkozni hozzánk a tanuló. Ez azt jelenti, hogy negyed év végén még nem szerez érettségi bizonyítványt, hanem előrehozott érettségi vizsgát fog tenni majd a elméleti tárgyak három részéből, tehát matematikából, történelmből és magyar nyelv és irodalomból, és 5. éven fogja a technikus vizsgáját megcsinálni, amely projekt alapú vizsga lesz, és nyilván még az idegen nyelvi érettségi vizsgát is így szerzi meg. Két lagyetűt egy csapásra, megszerzi a technikus minősítő bizonyítványát, megszerzi az érettségi bizonyítványát, és ez 5 év alatt fog majd neki sikerülni. Ha egy 6. évet még rá akar tenni, akkor az alternatív járműhajtási technikust is meg tudja tanulni, ami nevében is benne van, ugye azokról a technológiákról szól, ami nem a hagyományos robbanó motorokat tartalmazzák majd. Ezek a képzési tartalmak még most is folyamatosan alakulnak, és a lehető legmodernebb megjelenése fog majd a tananyagokban visszatükröződni. Ez a szakmának is, illetve az oktatásnak is igénye volt. 10. év végén a tanulók tesznek egy ágazati alapvizsgát. Gyakorlatilag onnantól kezdve jön az, hogy ő gépjárműmechatronikai technikus tanulmányokat folytat, előtte a közlekedési ágazat, közlekedés gépészeti ágazatnak az alapjait tanulja meg. Hogyha ő marad a gépjárműmechatronikai technikus szakképesítésnél, akkor akár külső gyakorlati helyen is végezheti a gyakorlati tanulmányait már innentől kezdve, és egy tanulói munkaszerződést köthet, ami nyilván nem csak anyagi előnyöket jelent, de természetesen azt is. Hogyha a gyakorlati hely, akivel kapcsolatban vagyunk, tudja vállalni az elméleti képzést is, akkor az elméleti órák egy részét, vagy akár teljes egészét is kint a gyakorlati helyen tudja majd elsajátítani a tanuló. Ilyen lehetőség van a paksi Gemenc Autóháznál, ahol másfél éve új e-learning, elektronikus tanulás segítő programot vezettek be.
Talán az általános oktatási képzési programoktól eltérően egy kicsit abban speciális, hogy észrevéve azt az általános jelenséget, hogy a papírra írott szöveg inger szegénysége már nem tud versenyben maradni és versenyezni a színes villodzó képernyők, notebook, okostelefon, televíziónak a inger gazdagságával. Hát ezt az általános jelenséget felismerve próbáltunk egy olyan tananyagot és egy olyan tanítási képzési módot kialakítani, hát ezekre a platformokra felvinni, ami sokkal jobban le tudja kötni a diákok, a fiatalok figyelmét. És hát ennek egy olyan képzési rendszert, egy keretet adtunk, ami egy számítógépes program keretében ugye olyan tananyagokat, nyitott forrású tananyagokat tartalmaz. Tehát azért mondom, hogy nyitott, mert folyamatosan mindig az igényeknek és a technikai változásoknak megfelelő legkorszerűbb tananyagokat feltölthető helyben tudjuk változtatni a képzési anyagokat. Ez azért is jó, mert hát ugye vannak ugye ilyen régi tapasztalataink, hogy az általános intézményes oktatásban régen ez úgy volt, hogy valaki megírt anno egy könyvet, és lehet, hogy az a könyvben lévő anyag már talán nem, a valóságban nem is volt, hát gondolok itt a karburátorra, még nagyon sok járműves tananyagnak ugye része, ma már az országutakon nincs is karburátoros jármű, vagy elvétve oldtimer kategóriában. Na most ezek a tananyagok azért gyorsan elévülnek, és egy írott tananyagot nyilvánvalóan ilyen, ahogyha a diákok számát meg az intézmények számát tekintem, akkor nagyon nehéz gyorsan változtatni, ezért az elektronikus tananyagok irányába érdemes lépni. Azt, amit ma egy állami tanrend megkövetel jármű fenntartó vállalkozásban résztvevő diákkal szembe, azt mi most már ebben az elektronikus tananyag rendszerünkben már tudjuk. Ez a számonkérés is elektronikus, és lehetőséget ad a diákjainknak arra, hogy ne csak itt a gyakorlati képzőhelyen, a vállalkozásainknak a irodáiban vagy az erekjelölt helyeiben végezhessék el ezeket a tananyagokat, hanem a távoli elérhetősége otthonról is. Tényleg a legaktuálisabb, legkorszerűbb tananyagokkal tudjuk bővíteni, változtatni a mi képzési rendszerünkben lévő ismeretanyagot, tudásanyagot, és ezt a tanulóink is nagy szeretettel fogadják, és tényleg élvezik ennek a korszerű oktatásnak az előnyeit. Tetszik ez az elektronikus maga, tehát hogy így létesítették ezt az egész folyamatot, hogy kitaláltak egy programot, és hogy lehet csinálgatni elektronikusan is. Megmondom, hogy szintén otthon is csinálom nagyon szívesen. Nem kell nagyon, nézd csak, figyelj, nézd csak mekkora. Épp a hangon. Érződik is, ahogy fogom. Engem ebbe a szakmába az fogott meg, hogy többrétű. Tehát, hogy vannak benne különböző hegesztések, illesztések, például egy sárvédőn egy foltot létrehozni. Volt egy személygép kocsi, és a mesterem kért meg rá, hogy a két hátsó ajtóról vegyem le ugye az eleje úgy még nagyjából ment, ugye ki kellett szedni a patenteket. Igazából ebben, ami nekem kihívást jelentett, az a vége volt, amikor a kilincset kellett leszedni, hát az sokat ügyködtem, hogy sikerüljön, de a végén sikerült, és nagyon örültem neki. Nézzük meg a tárcsa belső oldalát is, mennyire van elhasználva. Van egy tűréshatára, ami megadja a gyár autódatában, amit meg is fogunk nézni, hogy mi a határ a vastagság tekintetében. Mi az a határ, amit azt mondja a gyár? Annál több lesz. A legnépesebb képzési kínálattal, illetve tanuló létszámmal a közlekedés gépészeti ágazat bír, és ebben megjelenik a karosszéri lakatos, megjelenik az érettségére készülő autószerelő tanuló, megjelenik az érettség utáni egyéves, két éves autószerelő tanuló. Ugye két éves képzésben azt tud részt venni most is, és hát majd a következő tanévtől is, aki nem szakirányú érettségével rendelkezik. Nekik két éves a tanulmány, és utána egy év az autótechnikus képzés. Talán emiatt a sokszínűség miatt is van az, hogy a legtöbb tanuló ebben az ágazatban jelenik meg az iskolában.
Egy 2017-es magyarországi felmérés szerint a megkérdezett tanulók 78%-a azt válaszolta, hogy szívesen részt vesz olyan képzéseken, amely a tanórákon kívül további lehetőséget nyújt ismereteik bővítésére. A stabil hátteret biztosító, átfogó szakmai képzésekre pedig azért is szükség van, hogy az ezen a téren karriert építő fiatalok meg is maradjanak választott pályájukon.